Sia Lola. Sia Cheesy. Itt van ez a kász. Ó, hogy nézzek ki. Itt ez a kászpis. Ez az. Megtaláltam a pontot? Itt. Igen. Sziasztok, én Kira vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt az Ekomotív csatornán. Borzalmas időjárásunk van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy föl is vehetném igazából így a Mi van a nyergesemben videót, mert az úgyis így beltéri. Szakadt kint az eső, minden tiszta sár, úgyhogy most így ehhez kell alkalmazkodni. Szóval a mai videóban megnézzük, mi van a nyergesemben. Nagyon sokan kértétek, úgyhogy már szerintem ideje update-elnem a 3 évvel ezelőtti verziót, amit csináltam. Igen, azóta azért gyarapodtak a cuccok, úgyhogy ha érdekelt titeket, akkor tartsatok velem. Nos, az első kis részleg, amit meg szeretnék mutatni, azok a nyergek, kantárak, meg hasonló cuccok lesznek, ugyanis így egy helyen vannak. Akkor így kezdeim is a legszélsővel. Ő itt Lola nyerge. Ilyen heveder van, ilyen dílos heveder van hozzá, mert nagyon ilyen lógós felrántószíjai vannak. Úgyhogy ez a heveder egyébként hordz, és nagyon szeretem, mert el lehet így fűzni ugye a felrántószíjat benne. Van egy ilyen kis domingós nyeregemelünk. Igazából aztán még Lolának is vettem, úgyhogy igen, ez így Lolának így a nyeregemelője. Nem a legjobb nyeregemelőm, azért van így Lolánál effektív, mert ugye Lolát elég kevésszer nyergelem föl, sőt, tényleg nagyon ritkán. És ez itt Lola nyerge. Ő, mindjárt mondom, egy Celeria, el tudnám olvasni, és nem lenne lekopva. Pugliese nyereg, Made in Italy. Szóval egy olasz nyeregről van szó. Igazából én ezt Lolával kaptam, mindig is ez volt az ő nyerge. Úgyhogy igen, én egyébként nagyon szeretem ezt a nyerget, marha kényelmes nyereg. Ugratni tök jó volt benne Lolával. Kászpira is ezt használtam egy darabig, de ez a nyereg nem volt azért annyira jó kászpira, mert nekem is hát így súrolja a határt, egy picit már kicsi is, úgyhogy igen, ez így megmaradt Lola nyergének. Lolának a nyeregtartóján található a futószárazós hevederem. Ezt a nagy lovasból vettem, ezt is nagyon szeretem, és viszonylag ritkán használom mostanában, de tényleg nagyon jó. Januárban jó sokat használtam. Ő lenne itt Lola kantára. Pici gyerekek szoktak jönni rá és sétálgatni, és hát azért van rajta az unikornisszar, mert igazából miért ne. Ez a mexikói kantáramnak az alapja, szóval a mexikói orszín nincs rajta. Már csak azért sem, mert rájöttem, hogy nagyon szép a mexikói kantár, de alapjára Lolának nincs szüksége rá, és nem is annyira szeretem most már. Úgyhogy ilyen western kantárosban nyomjuk Lolával. És részgörgös délzabla zablája van a Lolának. Mindig is ilyenje volt neki, és egy ősrégi kantárszár, amit tartalékba tartogattam, de mivel most a 3 kantárom van, most így Lola kapta meg. Illetve ez az ősrégi martingálom, még a Decathlonban lehetett kapni. Ugye fuganzás, és ezt rengeteg ideig használtam Lolára, egy kevéske ideig Kaspira. Most meg csak itt áll, mert igazából semmit Lola nem használom. Kezdő az Caspiannak a részlege. Egy ilyen horzés hevederre van a Caspinak, azt hiszem 125-ös. Igen, és egy horzgárdos média lambós nyeregemelő, ami ugye ilyen tömhető,
igazából ez most egy ilyen átmeneti megoldást, csak mert aki volt nálunk szakember, nem tudta kitömni a nyergemet. És ezt javasolta, hogy ugye ha ebbe ide előre belerakok kettő ilyen lapot, majd megmutatom, hogy miért, akkor ugye pont jól fog illeszkedni a Caspianra a nyereg. Viszont mindenképpen ki akarom valakivel tömetni, mert ez is csak most így átmenetileg jó, hogy amíg nem találok egy olyan embert, aki így meg tudja nekem csinálni, addig mégiscsak tudom abban a nyeregben lovagolni a Caspit. Igen, egyébként ez a nyeregem elő is tök jó, nagyon kis puha, tök jó a gerinc csatornája, pont jó a Caspiannek a nyerge alá, úgyhogy egyébként szeretem. Meglátom, hogy megtartom, amiután illetőmet van a nyereg. Nos, és ő a másik szerelem nyereg, ez egy Kentaur Naxos. Ez egy kicsikét már nagyobb súlya van, mint a Lola nyergének. Őt használtam, vettem. Igazából 17 és feles nyereg, azért lehet látni rajta szerintem, hogy használ, viszont teljesen jó állapotban van, és tényleg nagyon kényelmes, én nagyon szeretek benne lovagolni, meg ugratni is. És egyedül annyi, hogy ugye előmarba kicsikét előre billen a Caspinak, úgyhogy azért kell az a nyeregem elő alá. Azt láthatátok, hogy Lola nyergén nincsen kengyel, ez azért van, mert az Zafir meg a Lola nyerge között folyamatosan cserélgetem a kengyeleket, mert egy kengyel, vagy kettő kengyelszín van a három nyereghez, úgyhogy kengyelszínt kell rendelnem. Nos, ezt le is veszem egy kicsit. Ez egy fuganzás, kicsit közelebb hozom. Fuganzás biztonsági kengyel és egy kentaurós kengyelszí. Nagyon szeretem ezt a kengyelt, meglepően szeretem. Én azt hittem, hogy kicsit kényelmetlenebb lesz benne lovagolni, mert hogy műanyag, de van súlya egyébként. És tényleg nagyon jó. Ez a kentauros kengyelszí, meg az eddigi legjobb kengyelszíjem szerintem. Ez bírja eddig a legjobban. Ezt a horzéba vettük, ezt a kentauros kengyelszíjat. Ezzel van lefedve a Caspinak a nyerge. Ez egy, azt hiszem, lovasvilágból rendeltem. Fogalmam nincs, hogy honnan egy ilyen kis nyeregtakaró. Lolaira kell rendelnem nyeregtakarót, már kettő nyeregtakarom van sajnos. A három nyeregre, tök jó felkészült vagyok amúgy. És ő lenne itt Caspiannak a kantárja. Decathlonos kantár az alap. Pálcáz zabla. Jelenleg, mert ami volt neki olív zablája, kétszer tört, az valamiért itt föl, itt nem tudom, följött a fém része, és így föl van sértve, úgyhogy most így átmenetileg ezzel az ablával lovagolom őt, viszont ezzel tök jól működik, úgyhogy lehet, hogy egy darabig most ezt is fogom használni, mert újra is kéne rendelnem ugye azt az ablát, amit tönkretett, de majd megmutatom azt is, hogy mi történt, mert nem is értem, szerintem szétrágta a ló, vagy én egyszerűen nem tudom. És a homlokszíj, amiből már hiányzik egy-két kő, amúgy ezt nagyon szeretem, ezt a homlokszíjat. Nem jut eszembe, de egy lány csinálja így kézzel, és én ezt egy nyereményjátékon nyertem egyébként, úgyhogy majd megkeresem az Instáját, és majd belinkelem ide. Szerintem érdemes tőle venni homlokszíjat, egyébként én még venni is akartam, csak most nem homlokszíjat vettem elsősorban, de még biztos, hogy fogok tőle venni, mert egyszerűen gyönyörű ez a homlokszíj. És egy ilyen kantárszár, ami már franc tudja, hogy honnan van őszintén, már annyi kantárszeret rendeltem, mert mindig szétszakítják. Nos, és akkor az azú részleg. Ez volt ugye Caspiannak a régi nyeregemelője, most a Zafirra használom. Egy kis eszkadronos, ennek is tök jó itt a gerinc csatorna része. Nagyon szeretem ezt a nyeregemelőt, úgyhogy ez nem megy sehova. És akkor Zafir nyerge. Ebbe a kis fuganzás nyereg, takaró nyereg, védő, nem tudom mi a specifikus neve ezeknek, szóval ebben tárolom. Akkor ez itt a Zafir nyerge, ezt a nyerget a barátnőmtől vettem, ő is használtam, vette egy fuganzás nyereg, tök jó a Zafirra, kényelmes, tényleg én tökre szeretek benne ülni. Ezt a fajta fuganzás nyerget én nagyon szeretem használni is, meg én ezt ajánlom is, hogyha mondjuk így első nyerget kerestek a lovatoknak. És a kengyel az egy
kompozitikengyel, fugazzás, sima kis műanyag, és egy nagy lavasos kengyelvédő van rajta. A kengyel szín, meg nem tudom honnan van, talán Decathlon, de nem vagyok benne biztos, ez is egy tök régi kengyel szín már. Úgyhogy igen, ez a Zafír nyerge. Nos, és ő lenne itt a Zafír kantárja, őt a lovasvilágban rendeltem. Ha jól emlékszem, a homlok színem, a homlok színet lecseréltem, az horzés, azt hiszem. De nem biztos, mert ezt is tök régen vettük már, és mindig nagyon jó. A HKM-es fia vagyok, csak nem tudom, hogy honnan rendeltük, de nagyon jó állapotban van, és Zafírnak egy sima, egyszer tört zablácskája van, igazából tök jól működik ezzel. Nem kell neki bonyolultabb zabla szerintem a szájába. Igen, és a kantárszál pedig a kantárral együtt jött, úgyhogy ez így tök jó volt egybe. Itt a Zafírnál lóg egy Gutnisch kikötőszár, kovaliérós, ezt talán a nagylovasból rendeltem. Nem vagyok benne biztos, de amúgy tök jó, jól bírja a strapát, mondjuk mostában nem használom, régenben többet használtam, és inkább futószározáshoz raktam mindig föl. Volt egy idő, amikor lovagláshoz is, de hülyeség volt, szóval szerintem nem érdemes nagyon ilyenbe lovagolni, saját vélemény. Futószározáshoz van, hogy felrakom mai napig, de ritka, szóval így van, ha kellene. De nem szeretem annyira sokszor használni. Itt eljövünk oldalra, akkor itt lógnak a futószáraim. Egy fekete futószál a nagylovasból, illetve egy ősrégi kifakult, nem tudom milyen színű ez a futószál, egy piacról. Nem tudom, ez volt az első futószálom, és a mai napig megvan, úgyhogy amúgy jól bírja a strapát, csak nagyon kemény. Van itt hozzá szakál is. És itt lógnak a csomózott cuccaim is, a basony kellékektől egy csomózott kötőfék, ezt nagyon szeretem, ezt a csomózott kötőféket, ez is már megvan egy pár éve, és tök jól bírja. Illetve azt hiszem ez a Melody csomózott cuccoktól van ez a nyakmadzag. Nem tudom, mert valakitől kaptam születésnapomra, de ezt is nagyon szeretem, tök szép szerintem a színe. Ez általában a Lolára. Meg tavaly egy csomót használtam úgy Kászpiára is, úgyhogy szeretnék vissza menni így a nyakmadzagozás világába, csak az most nem igazán jött még össze. Nos, ez itt a Caspian kantárához tartozó kisorzó. Ez volt, hogy használtam egy-két ugróedzéshez, most már nem kell, úgyhogy igazából itt lóg, mint a többi. És ez a kisorzó pedig a Zafír kantárjával jött, és erre akasztom így föl a homlokszíjaimat. Ezt a homlokszíjat használtam, vettem, ez tök szép, eddig ez volt amúgy a kantárján. Ezt a homlokszíjat is használtam, vettem, ezt a kettőt így együtt. Ez nagyon szép, ezt a piros cucchoz, ha nem vagyok lusta, akkor föl szoktam rakni. Ez a homlokszíj volt eredetileg Zafír kantárján, ez pedig egy kicsikét megcsapzott, szegény nagyon, nagyon nem a mai napjait éli. Unicorn is szarv volt. Fogok venni új unikornis szarvat, és megcsinálom újra, mert ez így elég gatya. Viszont ez egy sima fugazás homlokszíj. Azt hiszem ez volt a Lola kantárján. Amúgy. Igen. Nos, és a másik oldalt lógnak így a pálcáim. Meg itt van a sarokban az ostor. Sima Decathlonos ostor. Szeretjük, imádjuk. És itt a pálcáimon lóg igazából a kovakom, ami egy kis tartókájában van. Kaszkós kovak. Milyen fajta ez? Mistral 2, Kaszkó Mistral 2. Igen. Imádom, szeretem. Tehát kaszkó kovakokat, nem tudom. Tényleg. Előző kovakom is kaszkó kovak volt. Ez kicsikét. Ez nagyon testem benne, és szokták mondani, hogy nagy esés után cseréljük le a kovakot, úgyhogy én lecseréltem, de megtartottam egyébként tartaléknak. Picikét kicsis volt a fejemre, úgyhogy ez mindenképpen egy jobb változat. És itt találhatók a pálcáim, két
díjlovas pálca, ezek ugyanolyanok a nagylovasból, ez egy decathlonos díjlovas pálca, ez egy horzés ugrópálca, ez pedig egy, nem tudom már milyen ugrópálca. Itt lógnak. Most, és akkor háttérváltoztatás, átjöttem ide a szekrényhez. Igazából ez egy ilyen ruhás szekrény volt, és itt az akasztósom vannak a nyaragalátétém, úgyhogy szerintem én ezzel is kezdeném ezt a részt. Ez az első nyaragalátét. Így színsorrendbe próbáltam őket rakosgatni, úgyhogy nem tudom, mennyire sikerült. De mindegy, ez van így a legszélén. Ez egy ilyen bézses, barack színűs, akármicsoda. Nyaragalátét, decathlonos. Nagyon szeretem, nagyon szép. A következő, azt szerintem már be is mutattam egy videóban, ez a Waldhausen-es nyaragalátét, amit a nagylovasba vettünk. Ezt is nagyon szeretem. Ez a mostani új kedvenc nyaragalátétem. Akartam egy nagyon szép fekete nyaragalátétet, és megtaláltam. A következő, amit szintén szeretek, zöld nyaragalátét, szintén a nagylovasból, és ez azt hiszem HKM-es. Igen. A következő az azt hiszem olajzöld a megnevezése ennek a nyaragalátétnek a decathlonból. Ezzel a fajta nyaragalátéttel nekem csak annyi bajom van, hogy tök jó, hogy itt fölül van egy ilyen szellőző csatornája, viszont nekem csúszkál néha a nyereg alatt. Úgyhogy a Zafiron nem annyira, de a Caspiannál el szokott így csúszni, úgyhogy ezt inkább a Zafira szoktuk használni. Szintén decathlonos nyeregalátét, sötétkék. Őt is szintén nagyon szeretem. Nagyon szeretem, hogy itt van ilyen strasszkő a szélén. Őt amúgy használtam, vettem, de tök jó állapotban volt. Második, vagy másik favorit, ősrégi decathlonos nyeregalátét, de bírja a strapát. Igen, ez volt a második nyeregalátétem. Nem, hazudok, harmadik. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és valószínűleg nem fogok megválni tőle, csak akkor, hogyha rongyosra van használva. Ő kicsikét már meg van gyötörve. Őt sokszor futószárazáshoz szoktam felrakni a futószárazás heve alá. Ő egy horzés nyaragalátét, ő is már viszonylag régi, szinten már nem lehet kapni. De egyébként gyönyörű színe van. És itt a másik horzés nyaragalátétem. Ő azt hiszem a Malibu Scentnek a kollekciójából van. Nagyon szép a színe, hát már ez sem a legújabb napjait éli. Ő nekem nagyon hamar elhasználódott, őszintén vesztett a színéből is nagyon hamar, úgyhogy ez annyira nem volt strapabíró, annyi bajom van még vele, hogy nagyon picike itt a heveder bújtató része, és például egy a Lolának a hevedere tök jó, mert a heveder bújtatón át tudom hozni a Lolának a nyergét, a Ferrantosziat, de egy mit tudom én, horzés heve, de egyszerűen nem fér át rajta normálisan, és szerintem az nem feltétlenül jó, hogyha ezek nem illeszkedik rendesen így bele, úgyhogy ezt csak a Lola nyergével szoktam mostában már használni. Szintén favorit, ugyanaz, mint az előző kék, ugye, régi decathlonos, pink, szerintem nagyon hasonlóan nézett ki, mint amikor megvettem, persze most van rajta ízecseppot, mert mit tudom, amit ki kéne már mosni, de ezt egyszer kimosom, és úgy néz ki, mint újkorába. Szóval szintén imádom, szeretem, és pink. Ebből a nyeregalátét fajtából van még egy, ugye, amit mondtam, hogy nem szeretem, mert csúszkált. Ez is decathlonos, és viszont ennek a színe gyönyörű, boldó, és az Zafiron annyira szépen áll. Piros nyeregalátét, decathlonos. Őt is egyébként szeretem, különösebben nincs bajom vele, a színe is tök jó, ez is már megvan egy jó pár éve, úgyhogy igen, imádjuk, szeretjük.
És ez az egyetlen nyaragalátét maradt meg, amit a Lolával kaptam. A többit azt eladtam, mert vagy nagyon vastag volt, vagy a másik egy kívlovas nyereg alá volt tervezve, és ilyen nyereg formájú volt. Úgyhogy azokat itt eladtam, mert egyáltalán nem használtam őket. Viszont őt megtartottam, mert őt, ha hosszabb terepre megyünk, akkor őt föl szoktam rakni. Tök jó meg van nyeregtáskája, és valahol van rajta címke. Full. Hát nem tudjuk meg, hogy milyen a márkájú. Valahol van rajta. Ja, de Tattin is, igen. Tattin is nyeregalátét tök jó. Sorban itt van még a kis gerincvédőm. Swinges. Őt a Horzéban vettük. Nagyon szeretem. Nem tudom, melyik fajta ez. Swing. Igen. De tényleg nagyon jó az a gerincvédő. Tök jó. Én tényleg nagyon szeretem használni. Nos, és hogyha egy picikét így lejjebb megyünk, akkor itt a polcon megtalálható a pucolós dobozom, vagyis táskám. És már picikét megviselt állapotban van, de egyébként a nagy lovasból vettem. És erről majd külön videó lesz, hogy ebben mi van, mert sose végeznénk, hogyha még ezeket is megmutogatnám. Kis kosárkába található Caspiannak a lábvédője. Ő szintén horzés, és Impact Protection horzés. Ezt nagyon szeretem, ezt a lábvédőt, mert tök jól szellőzik a Caspi lába benne. Ő egy tamtamvetes négyspré. Ő nem tudom már, hogy honnan rendeltem, pedig most rendeltem nemrég. De egyébként tök jó ilyen citrusos illata van. Itt van még az a negyedik nyeregtartó, ami nem fért föl, illetve Red Mills-es conditioning mix van itt alul. Összeviszem annak most a lótápjaim, mert nem tudom berakni őket a zabosba, mert szétrágja az egér, úgyhogy most itt van. Ha innen alulról indulunk, akkor ebben a ládában jutalomfalak van. Itt szokott lenni a légymaszkos láda. Ez, csak ezt most ilyen állványnak használom. Illetve itt van két heveder, ez mindkettő Lola nyergéhez volt, vagy van. Ezt a hevedert kaptam vele, és ő pedig egy fuganzás rövid heveder, díjlovas betűk. Itt vannak így a lányok cuccai, és akkor elérkeztünk a lábvédős részlekhez. Itt is van két kosárka, ez egy régebbi lábvédő, ő fuganzás fekete, és ez pedig egy HKM-es ilyen kék lábvédő, ő a nagy lovasból van. Igen. És ebben a dobozkában vannak a fásliaim. Van egy ilyen kombinált fáslim, fekete, van egy ilyen sima fekete, ezt ami szállításra szoktam felrakni, ha úgy van. Van egy ilyen magenta színű, vagy nem is tudom, ezt a pinknyeregalátét ezt szoktam néha felrakni. Van ugyanilyen pirosban, nem szedem ki, de ugyanilyen pirosban, illetve még egy ilyen fáslim van, de ez is ősrégi fekete. Ezt így a Lolára használtam eleinte, ugye tök jól tartja a fásli a lábát, de nem nagyon használok mostanában már fáslit. Fotók erejéig biztos, hogy föl lesznek még napon, de igazából, ha nem kell, akkor így nem nagyon használom őket. Igen. És ebben a kis dobozkában vannak a pataharangok, mindenféle ilyen cuccok. Szelles, nem tudom, pataharang, Caspiané. Ez egyértelműen a pinkszethez van. Nagyon szép ez a kis Ascot's Finest-es. Nem tudom, Facebookról rendeltem. Kis pataharang, igazából annyi bajom van vele, hogy nagyon, nagyon hamar lejönnek róla a strasszkövek, úgyhogy nem szoktam gyakran használni. Lolának a pártavédője, aminek a
párjáról ez a cucc lejött veled, azt most egyébként ezt nagyon szeretem. Ó, itt van. Szóval ez a darabka így lejött, szóval ezt majd valahogy megpróbálom visszahegeszteni rá, mert egyébként még tök jó használható. Egy árvapata harang, és még van egy ilyen fugonzás lábvédőszettem, ez volt talán az első, és ebből van ugye hátsó is. Ó, és itt van ez a materiál horszizós, adventi kalendáriumból volt, a Dori Designos kengyelvédő. Igen, ő most itt van, mert igazából nincs olyan kengyelem, amire föl tudjam rakni. Ebben a ládában vannak az ápolós cuccaim, pataápolós, nyeregápolós, stb. Ezt is majd egy külön videó keretében fogom szerintem megmutatni a pucoros dobozommal együtt. A paraffa tábla picit már bővült, ezek a képek a szekrényembe is ki voltak rakva, őket most ide is kitűztem, de már eljutottam addig, hogy kiszortíroztam, milyen képeket szeretnék kirakni, vagy kinyomtatni majd a DM-ben, úgyhogy majd rajta leszek az ügyön, illetve ide megcsináltam a lovas kiképzési skálát. Nem tudom, hogy mégiscsak legyen rajta még valami, de még picikét üres, ezen majd változtatunk. Nos, ha erre a részlegre érkezünk, akkor ott egy Szilvia maradvány. Ebben ilyen kis mindenféle cucc van, nem tudom, van benne kengyel, talpbetét, meg egy csavar, azon mindenféle kis szírszar. Ő egy rongy, és ebben vannak igazából így benne a nyeregemelőmben a kitömős cuclik, a többi, amit ugye nem raktam bele, és ekuili kis dobozkába. Ő volt a harmadik kobakom, ő a második kobakom volt, és ő volt az első kobakom, ilyen cuki. Volt rajta egy masnis, csak ez már lejött. Igen, ők így sorakoznak. Mindjárt mutatom, mi van a szekrényben. Másik ilyen kis álló polc izé. Itt van ugye a másik fugalmazás, ez is a kaszkos kobakom, amiről beszéltem, a kis tartalék kobakom. Jutalomfalatos bödön. Kaspian patkója és a sárkántyúm. Ez így igazából egy ilyen kis zsákszerűség. Csak így van, egyelőre még nem raktam bele semmit. Ő pedig az a kengyel még, amit Lolával kaptam, és szintén nagy lovasos kengyelvédő van rajta. Ő is egy biztonsági kengyel volt, csak már nem működik. Rossz benne a rugó, úgyhogy igazából azért lett így leszikszallagozva. Már nagyon régóta nem használom ezt a kengyelt. Hát nem tudom, itt van, jól néz így ki. Ebben a fiókban igazából így Mikulás sap is, fülvédő, sokármi csodák vannak, ugye plusz fogasok, kesztyű és elem. Igen. Ebben a másik fiókban vannak a fülvédőim, ilyen két kis rózsaszín tárolókában. Őket most nem nagyon használom. Őt, ha így kinyitjuk, van egy ilyen kis szerelős ládám. Itt van egy futószer, aminek már nincs karabiner a végén, de ki tudja meg, mire lehet jó. A futószártartóban egy szénaháló, és két ilyen zacskó. Bármikor jól jöhet. A másik szárnyában pedig egy biztonsági kamerával ellátott területes tábla, ami lejött. Villanypásztor, eszközök, egy fenélbutazon, meg egy só. Igen. Nos, és itt fölül van, föl van már rakva az égősor, amit vettem, nagyon jól néz ki, és most ez a rész, ez egy picikét itt kupis, de ott van a többi tápom, úgyhogy jöjjünk is hát erre a részre. Nos, a kötőfékeimet így fogom megmutatni, mert nem tudom nagyon oda kitámasztani, hogy pont szembe legyünk így a kötőfékes fallal, de ez egy materiál horszizós karácsonyi külön kiadásos piros kötőfék. Nagyon kis puhi. Ezt nyáron nem nagyon szoktam használni rájuk a bundás kötőfékeket, mert nem tudom, ha nekem is melegem van, akkor nekik miért legyen melegük. Ő pedig egy ilyen dekathlonos, ugyanúgy ilyen kis pihi-puhi kötőfék, amúgy ezt is nagyon szeretem. Nos, a következő adag, ő nagylovasos, kék, ez pedig egy fogalmazás vezetőszer hozzá. Ugyanaz a fajta kötőfék, csak ilyen
rózsaszínbe, és szintén fekete dekasztanolos vezetőszár, illetve ő egy eléggé megviselt, egyszer neonzöld volt, ő azt hiszem lovasvilágos. Nos, és akkor itt van az egyik kedvenc kötőfékem, amit barátnőm talált nekem a krémerbe. Ugye ezt a krémerból hoztuk, ugyanannan van a vezetőszár is. Ő szintén krémeres kötőfék, vezetőszár is onnan van, rozgold és fekete. Ez a kötőfék szintén nagy lovasos, QHP-s, ő is már megvan egy jó ideje, picikét már így veszett a színéből, de ami meg tök jó állapotban van. Ő pedig ősrégi dekathlonos, viszont imádom magát, ezt az ilyen fonott vibe-ot, úgyhogy nagyon figyelek rá, és van hozzá egy vezetőszár is, elég kevésszer használom, csak így lóg a falon, szegény. A kapicánom, őt is jó sokat használom, főleg futószerzáshoz, és tökre szeretem is. Nos, és így még itt van a Lolának ugye a mexikói orszia, amit ugye nem nagyon használok. És itt van ő, jaj, ő a Lolának volt a zablája, azt hiszem a Lolára használtam. Ez ugyanolyan zabla, mint a Zaffi, mint amilyen a Zaffi-nak van. Csak talán lehet egy kisebb, vagy igazából nem tudom, akkor van még egy ilyen zabla, jó tudni. Ő egy egyszer tört almás ilyen olív zabla. Kászpén szétcsócsáltam, igazából nagy is volt a szájába, úgyhogy igen. És itt van ez a horzés kétszer tört olív zabla, amiben van egy ilyen karcolás, nem tudom mennyire lehet így látni, de ez itt szerintem nem tudom, nem merem felrakni rá, úgyhogy valószínűleg ki lesz dobva, vagy megmaradt dísznek, nem tudom még. És meg maradt itt két kötőfék, ezzel a kötőfékkel kaptam a Lolát, ő így emlékben maradt meg, egyszer ki volt dekorálva ilyen strasszkövekkel, csak hát persze lejött. Ez a kötőfék meg, nem is tudom miért tartottam meg, ez volt az első kötőfékem, amit így én vettem a Lolának. Caspian szétszakította, nagyon szép volt új korában. Itt lóg még egy ilyen horzés, biztonsági mellény, vagy nem mellény, mi ez? Ilyen láthatósági mellény. Ezt szerintem ajándékba kaptuk az egyik vásárláshoz. Igen. Ebbe az acskóban van Lolának a régi kantárja, amit azóta se sikerült megcsináltatnom, mert nem. De igazából csak meg kell csinálni, mert azt hiszem az orszi van elszakadva. Nem tudom, de vajon kiszakítottál Caspian? Természetesen. És akkor itt is van így a kötőfékes fal egyben. Ide szeretnék valami másféle fogast. Ha valaki tud valami olyat, ami ilyen kör alakú, akkor nem tudom, szóljon, írjon, mert akárhol keresek, nem találok sehol se normálisabbat. Igen, és akkor lehet, hogy ide is ezek is lennének cserélve. Vagy ha valami van jó ötlet, jobb ötletetek, hogyha valakim a zablákat, mert csak itt lógnak, akkor azt is írjátok meg. Itt a sarokban van még egy táp, meg egy söprű. Itt van ebben a kis dobozban a Materiál horszizós polártakarom. Ebben kitörőkhöz van még plusz kanál, és ott kettő megbontott táp, csak ugye a zabosba egy ugyanilyen dobozba ki van öntve, úgyhogy igen, a többi meg itt van, ne rágják szét az egerek. És hát hogy felejthettem ki ezt a kukát? Most ürítettem ki, de igen, ő is így itt van. Most szerintem igazából mindent megmutattam, ami így itt van a nyergesben, úgyhogy majd hozok külön videót a pucolós meg az ápolós cuccokról. Igen, ugye az előző videómban láthattátok, hogy jött a Victoria Equestriántól ez a kis baseball sapim. Tegnap megázott a hajam, úgyhogy most így ezzel kópolok, mert tegnap előtt mostam hajat, és így csak én vagyok ilyen szerencsés, esküszöm. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ha van valami kérdésetek esetleg bármelyik cuccal kapcsolatban, vagy esetleg nem mondtam, hogy honnan van, vagy nem tudom, és érdekelne titeket, akkor nyugodtan írjatok rám,
bárhol igazából, és írjátok meg, hogy valamilyen akasztó vagy zabla tartó cuccot ti mit javasolnátok. Úgyhogy igen, találkozunk majd a következő videóban, és addig is lovazzatok sokat, már amennyire az időjárás engedi, és kitartást a sulihoz, majd sokára vége. Sziasztok!